Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők, tisztelt televízió nézők, kedves megjelentek! A jelenléti hív alapján megállapítom, hogy megjelent 9 fő a képviselő testületből, távol maradását bejelentette Gyurcsek János és Pintér Zoltán képviselő urak, tehát megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, a mai ülést megnyitom. Tisztelt képviselő testület, indítványozom, hogy a képviselő testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja a mai napirendeket, azzal a változással, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön felvételre. 9. pót napirendi pontként javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016-os önkormányzati rendelet módosítására. Először a módosító indítvány elfogadásáról kell dönteni, aki egyetért, hogy pót napirendként kerüljön felvételre, az kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata a mai testületi ülésre. Ha nincs, akkor a teljes napirendre teszem föl a szavazást. Aki egyetért a napirendek megtárgyalásával, az kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt televízió nézők, tisztelt megjelentek, február 25-én került megrendezésre a Letia OB, legyél te is agrárgépész országos bajnokság döntője, melyet az idén is az online térben tudtak csak megvalósítani. A résztvevő csapatok nagyszerű teljesítményt nyújtottak és remekül oldották meg a szakmai zsűri által összeállított feladatokat, így rendkívül szoros végeredménnyel, de első helyezett lett a Pionier Team csapata, a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, név szerint Décsei Attila, Nagy Pál, Ragályi Mihály, Szabó Sámuel és Kis László, míg második helyezett lett a Kemény Mag csapata, szintén a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, név szerint Csala Dávid, Farkas Máté, Szabó Erik, Adamik István és Semsei Márk, felkészítő pedagógusok, Simon Gyula tanár úr volt. Az elért eredményekhez Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok mind a diákoknak, mind a felkészítő pedagógusoknak, hasonló eredményeket, sikereket kívánok valamennyiüknek. Felkérem Simon Gyula felkészítő pedagógust és a tanulókat, hogy legyenek szívesek kifáradni és egy-egy ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, megkérem jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen szíves tájékoztatást adni. Február 25-én a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek koszorúztak az áldozatok emlékére állított kopjafánál.
Szintén 25-én Szepesi Tibor polgármester részt vett a szimobodások télűző vidám felvonulásán. 26-án a Déréné Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezésében került megrendezésre a karcagi kolbász ízesítő, karcagi pálinka és kelt tésztás sütemények versenye. A rendezvény Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterrel díjakat adott át. Az eseményen Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Pán Tildikó önkormányzati képviselők vettek részt. Március 2-án vette kezdetét a Karcagi Arany János Általános Iskola Aranyos Napok eseménysorozata. A megnyitott követő koszorúzáson Szepesi Tibor polgármester Pán Tildikó és Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselők helyezték el az emlékezés koszorúját a névadó domborműjénél. Harmadikán Túr Istvándéban indult útjára az ukrajnai menekültek megsegítését szolgáló a Madarász Imre óvodában használaton kívüli 250 darab kisgyermek elhelyezésére szolgáló ágy. 4-én a Szent Pál Marista Általános Iskola fenntartójának és vezetőségének meghívására Szepesi Tibor polgármester a sajtó képviselőivel megnézte az új 5 tantermes épület kivitelezési munkálatait, egyeztetett az iskola udvar parkosításáról, az intézmény környezetében lévő utak javításáról, parkolók és a sportpálya további fejlesztésének lehetőségeiről. Szintén 4-én az ifjúsági házban a Matthias Corvinus kollégium közéleti társalgó estjén dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő beszélgetett a Tiszató környéki régió kis- és középvárosi fiatalok korosztályának továbbtanulási és munkahelyi lehetőségeiről. 5-én a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakközépiskola és Kollégium Szaki 2000 alapítványa és a Karcagi Ipartestület jótékonysági szakmabáját tartották a Déréné Kulturális Központban, ahol Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a bál résztvevőit. A bál bevételének egy részét a szervezők a Híd Kárpátaljáért összefogás számlájára utalták át. A bálon Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Pán Tildikó önkormányzati képviselők vettek részt. 7-én indult útjára Tarpára a karcagi adománygyűjtésből összegyűlt tartós élelmiszerek, ruhák szállítmánya az ukrán háború elől menekültek megsegítésére. Szintén 7-én nőnap alkalmából Szepesi Tibor polgármester egy-egy szál virággal köszöntötte az Életet az Éveknek nyugdíjas klub hölgy tagjait az Akácsliget fürdő területén található rendezvény központban tartott ünnepségen. 8-án a Fiatal Családosok Klubja és a Magyar Női Unió által Nemzetközi Nőnap alkalmából rendezett Szeresd a Nőt című élő online nőnapi konferenciához Sári Kovács Szilvia alpolgármester csatlakozott. 10-én a Madarász Imre Egyesített Oboda Jókai úti tagovodájában Legyen neked is konyhakerted, kreatív, magvető, palántanevelő foglalkozáson Sári Kovács Szilvia alpolgármester vett részt. 11-én a Szolnoki Agora Kulturális Központ adott helyt a Szabad Sajtó napi ünnepségnek, ahol Vargáné Balog Andrea, a Karcagi Hírmondó főszerkesztője vette át a pandémia miatt eddig részére át nem adott 2020 évben megítélt Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat sajtódíját. Az ünnepségen a kitüntetett tett Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Szintén 11-én a Karcagi Szent István Római Katolikus Plébánia 250 éves évfordulója alkalmából Példájára, népeknek, örömére, mennyeknek címmel nyílt kiállítás a Györfi István Nagykun Múzeumban a Karcagi Plébánia történetéről. A kiállítás megnyitóján Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, jelen volt Sári Kovács Szilvia alpolgármester, dr. Kanásznai László, Pánti Illikó és dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő. 13-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett városi eseményen Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia alpolgármester helyezett el koszorút a Petőfi szobornál. A rendezvényen Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pán Tildikó és dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselők vettek részt. 16-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve fáklyás felvonulás került megrendezésre
a város érdeklődő lakossága, a karcagi általános és középiskolás diákok számára. A felvonulás látványos lézersóval ért véget. A felvonuláson Szepesi Tibor polgármester, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintés Zoltán önkormányzati képviselők vettek részt. 17-én Debrecen Megyeújgó város önkormányzatának szervezésében a református kollégiumban köszöntötték Csikos Sándor színművészt, aki Kossuth-díj elismerésben részesült. Az ünnepségen a város lakossága és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a művész urat. 18-án került sor az Erzsébet ligetben felépítésre kerülő milánói pavilon sajtónyilvános területátadó ünnepségére. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, részt vettek Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintés Zoltán önkormányzati képviselők. Szintén 18-án a Dérinéri Kulturális Központban Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára volt a Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesület vendége Karcagon. A rendezvényen Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, dr. Kanász Nagy László, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintés Zoltán önkormányzati képviselők is részt vettek. 20-án a Városházán Szepesi Tibor polgármester átvette a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaitól és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrtól a Petőfi emlékév alkalmából készült a költő verseit tartalmazó könyvcsomagot. 21-én Szepesi Tibor polgármester a Városháza dísztermében köszöntötte a Város Diák Fórum ülésének résztvevőit. 23-án Tárogató a magyar lélek hangja, a Reformkor zenéje Tárogatón című, a Petőfi emlékév programsorozat keretében megrendezett előadáson Sári Kovács Szilvia képviselte az önkormányzatot. 24-én elkezdődött az új kerékpárút nyomvonala, mellől eltávolított fák pótlása. 150 facsemete került elültetésre, az első csemeték elültetésénél Szepesi Tibor polgármester is részt vett. 26-án Sári Kovács Szilvia alpolgármester részt vett a Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő halálának 100. évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésen a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyén. Szintén 26-án a Népművészeti Egyesület közgyűlésén Pánti Ildikó képviselte az önkormányzatot. 27-én a Kiskulcsosi városrészen megépült játszótér átadási ünnepségén Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőbeszédet, részt vettek dr. Kanász Nagy László és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. 28-án a Déli temető új ravatalozó épületének alapkőtételén részt vett Szepesi Tibor polgármester, dr. Kanász Nagy László, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintés Zoltán képviselők. Szintén 28-án a Karcagi Ipari Parkban átadásra került a Napelem Park és az Epur poliuretán hulladékhasznosító üzem. Az átadási ünnepségen Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, részt vettek Sári Kovács Szilvia alpolgármester, dr. Kanász Nagy László, Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők. Még ezen a napon 28-án a felújításra kerülő Ligetút és Sport és Szabadidő Központ ünnepélyes alapkőletételi rendezvényén Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, az eseményen Sári Kovács Szilvia alpolgármester, dr. Kanász Nagy László, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintés Zoltán képviselők vettek részt. 29-én a kivitelezőnek átadásra került a felújítandó kisújszállási úti kerékpárút munkaterülete. A sajtónyilvános eseményen Szepesi Tibor polgármester vett részt. Április 5-én a Kádas György egymi szervezésében a sportcsarnokban került megrendezésre a Másnap, Te is közénk tartozol elnevezésű a társadalmi esélyegyenlőség megvalósítását támogató rendezvény, amelyet Szepesi Tibor polgármester nyitott meg, jelen volt Pánti Ildikó képviselő. 6-án és 7-én a Madarász Imre Egyesített Óvoda, Óvoda Pedagógiai Napok rendezvénysorozat keretében szervezett programokon a Kutenúti és a Táncsis 19 óvodában Pánti Ildikó képviselő vett részt.
Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatást. Elég zsúfolt és tartalmas programok voltak az előző időszakban is, legalábbis ebből a felsorolásból mindenképpen ez látszik. Egy fontos dátum kimaradt belőle, az április 3-ai választás és népszavazás dátuma, amelynek nyilván még nem hivatalos az eredménye, így nem is szeretnék erre kitérni a mostani testületi ülésen, de mindenképpen szeretném megköszönni jegyző úrnak, kollégáinak, a hivatal munkatársainak és mindazoknak, akik a választás lebonyolításában közreműködtek, azt a mérhetetlen munkát és azt a odafigyelést, amelyet a választás kapcsán végeztek, úgyhogy köszönöm szépen, nyilván lesz még erre fórum, hogy megköszönjük ezt a közreműködést, de azt gondolom, hogy az első testületi ülésen mindenképpen illik megköszönni azoknak a munkáját, akik ennek a lebonyolításában részt vettek, úgyhogy köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, megkérem önöket, illetve kérdezem, hogy napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, kérdezem, hogy kíván-e élni napirend előtti kérdéssel, felszólalással. András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Rövid és nagyon egyszerű lakossági érdeklődés kérdés. Toldi utcai lakosok érdeklődnek, hogy mikor lesz arra lehetőség, és mikor várható, hogy az utcájukba az út járható állapotba kerüljön. Toldi. Mert jelen pillanatban nagyon sok probléma van vele, és az ottani lakosok, hát finoman szólva, nehezen tudnak közlekedni. Ez a kérdésük az ottaniaknak. Köszönöm szépen a figyelmet. Gyors kérdés, gyors válasz. Nyilván megvizsgáljuk a lehetőségeket. Nem fogok tudni most ebben a pillanatban pontos dátumot mondani lehetőségeinkre. Én azt gondolom, hogy folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, nem csak a Toldi utca vonatkozásában, hanem más utak vonatkozásában is, hogy hogyan lehet javítani, esetleg aszfaltozni azokat az utakat, amelyek még nincsenek kész, hogyan tudjuk esetleg útalappal ellátni azokat, ahol még az sincs. Nyilván vizsgáljuk, és mihely is lehetőség lesz rá, természetesen meg fogjuk oldani, és a választ is meg fogom tudni mondani, de ehhez meg kell vizsgálni a lehetőségeinket. Köszönöm szépen a kérdést. További kérdés. Ha nincs, akkor tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a Karcagváros önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/22-es önkormányzati rendelet módosítására. Ahogyan a címben is szerepel, ugye január 27-i ülésén fogadta el önkormányzatunk a 2022. évi költségvetési rendeletet. E rendelet után ugye módosítani kellett, illetve a többlet támogatások és a menet közben szükségessé vált kiadások ismeretében újra módosítani kell majd a februári ülés után is. Ami adatok most rendelkezésünkre állnak, az ugye tartalmazza a költségvetés, hiszen a Ligetúti sportpályának az építéséről van szó, illetve további olyan államháztartáson belüli működési célú támogatásokról, amelyek miatt mindenképpen szükséges, ugye itt intézményi többlet támogatásokról beszélünk, amely miatt szükségesé válik a költségvetés módosítása, és így a költségvetés fő összege 24 milliárd 620 millió forintra módosul. Szerintem az anyag mindent tartalmaz, gondolom időben megkapta mindenki, át tudta tanulmányozni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a költségvetés módosítást, mindent rendben talált, elfogadta, és a testületnek is elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdés, hozzászólás, Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim, jelenlévők, televízió nézők. Az ügyrendi és jogi bizottság is tárgyalta a
módosítását a költségvetésnek. Nagy örömünkre egyöntetően mindenki elfogadta ennek a módosításnak a összegeit, és hát a képviselőtestületnek javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazzunk, de mielőtt szavazzunk, azért örömmel szeretném bejelenteni, hogy várhatóan a következő testületi üléseken is módosítani szükséges, hiszen nem olyan régen kerültek pályázataink beadásra a top pluszos pályázatokban. Így örömmel mondom, hiszen tegnap, illetve a mai napon érkezett két támogató nyilatkozat, amelyben a Nagyvénkerti Városrész csapadék elvezetésére 499.999.985 forintot, tehát közel 500 millió forintot nyertünk, amely a Nagyvénkerti Városrész csapadékvíz elvezetését, illetve az ottani utak, egy-két zebra elhelyezését, okos zebra, okos pad és játszótér kialakítását is tartalmazza, legalábbis a beadott pályázat szerint. Nyilván ezeket felül fogjuk vizsgálni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír. Illetve a másik támogató okirat, ez pedig a Kinizsi úti óvodának a tető felújítására kaptunk támogatást. 59.655.543 forint értékben, tehát 60 millió forint támogatást a Kinizsi úti óvodának a felújítására. Úgyhogy mindenképpen dolgozni kell majd még a költségvetés módosításán. Vélhetően így akkor a főösszegek is egyre följebb kerülnek majd tornázásra. De most erről szavazunk. Aki elfogadja, az kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Második napirendi pontunk tájékoztató a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról. Ahogyan azt a kiküldött anyagban is szerepel, a vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében a vizekkel és a vízi létesítményekkel összefüggő állami feladatok körében az igazgatási tevékenységeket a vízügyi igazgatási szervek látják el, de a jogszabály önkormányzatunk részére is ír elő kötelező feladatokat, ugye a helyi víziközmű tevékenység fejlesztésére, a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodásra, különböző hatósági feladatok ellátására, illetve helyi vízrendezés és vízkár elhárítás, árvíz és belvíz védelmi feladatok ellátására. Az anyagban szerepel a Közép-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság karcagi szakaszmérnökségének a tájékoztatója, illetve a Városi Önkormányzat Városgondnokságának is a tájékoztatója a csapadékvízelvezető rendszerek helyzetéről, illetve a szükséges munkálatok elvégzéséről. Gondolom mindenki áttanulmányozta, vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk, tájékoztató a kül- és belterületi útjavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról. Ugye nem kell elmondanom senkinek, hogy az előző időszak csapadék mennyiségei, azok nagysága, a téli fagy és a nagy hőingadozás következtében a város belterületén az úthálózat jelentős mértékű károkat szenvedett, kátyúsodott hálós felületi repedezettségek jelentek meg, nyilván ezeket mindenképpen kezelni kell, úgy, ahogy az előző időszakban is. Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztérium által indított járás is tart mintaprogram projekt terveinek benyújtásakor erre figyelemmel voltunk, így a szociális jellegű programok keretében kátyúk javítására pályáztunk, és erre kaptunk támogatást, közel 35-35,5 millió forint értékben. Ez tartalmazza az anyag, ezeket a kátyúzási és aszfaltozási munkálatokat, illetve ezeknek az ütemtervét, amelyet köszönök szépen Molnár Pál igazgató úrnak, képviselő úrnak. Részletesen le van bontva, hogy mely utcákban, mely területeken milyen hideg és milyen meleg aszfaltok kerülnek le
az útburkolatra javítás céljából. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda tehetségsegítő szervezetek támogatására kiírt pályázaton való részvételre, amelynek egy nagyon szép és hosszú azonosító kódja van. Én most ezt nem fogom elsorolni minden egyes pályázatnál, de az anyag természetesen tartalmazza, hogy pontosan be lehessen majd azonosítani. A Nemzeti Tehetségprogram célja többek között a tehetség segítő személyek és szervezetek támogatása, megbecsülése, hálózataik megerősítése. A pályázata, hogy az anyagban is le van írva, 100%-os intenzitású, saját forrás biztosítása nem kötelező. Én azt láttam az előző években, illetve az óvodától kapott beszámolókban is, hogy nagyon szépen, nagyon jól elvégzik ezt a tehetséggondozó feladatokat, úgyhogy én mindenképpen támogatásra javaslom ezt a pályázatot. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás. Bizottság támogatta, én is támogatásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázaton való részvételre. Ahogyan az a kormány szándékaival is egybeesik, ugye olyan családbarát munkahelyek kialakítását támogatja Magyarország kormánya, amely mindenképpen elősegíti a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Ennek céljából szeretne a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetősége, munkahelyi közössége is pályázatot benyújtani. 100%-os támogatottságú ez a pályázat is, és önerő biztosítása nem szükséges. Én azt gondolom, hogy ezek a célok a következő 4 évben is legalább olyan fontosak lesznek, mint az előző 12 évben voltak a kormánynak, és szerintem ez Karcagnak is mindenképpen érdeke. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges támogatni ennek a pályázatnak a beadását. Kérdés, hozzászólás? Bizottság támogatta. Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, edző úr, kedves képviselőtársaim! Nagyon röviden csak annyit szeretnék elmondani. Láthatjuk itt a napirendi pontok egymás utániságát is, hogy pályázat, 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 Madarász Imre Egyesített Óvoda közösség. Egy olyan közösség, amely a pályázatával maximális lehetőséggel él, eredménnyel, és ezek az eredmények, a óvoda közösségek, óvoda egységek mindennapjaiban nagyszerűen megmutatkoznak. Példa erre az említett óvodai hét programja, amely ugye a héten kezdődött és a jövő héten folytatódik, és ezen a programon nem csak a helyi óvoda egységeknek a képviselői, hanem Tiszafürettől kezdődően Kunmadarasig a tiszamenti települések képviselői mind-mind jelen vannak, és rácsodálkoznak a programokra is, amelyek megvalósulnak, amelyekről kedves óvónői kollektívák is ugye számot adnak. Másrészt pedig arról a környezetről, amelyben élnek, amelyben együtt vannak, és ez egy nagyszerű dolog. És bizakodva további pályázati lehetőségbe, és még egy dolog, amelyről éppen a mai napon csak úgy külső szemlélőként szerezhettem tudomást, hogy a bölcsődei csoportok, amelyek egyike-másika ugye óvodegységekbe kerültek elhelyezésre, milyen nagyszerű együttműködéssel vannak együtt jelen. A legkisebbek, a még nagyobbak, úgyhogy oda már csak esetleg egy-egy iskolai csoport, tréfásan mondva, kívánkozik, és egyszerűen egymás segítve nagyon jól együttműködhetnek. Köszönöm szépen, és csak gratulálni tudok a pályázatokhoz. Köszönöm szépen én is a hozzászólást. Én azt gondolom, hogy valóban minden olyan közösség formáló pályázatot, lehetőséget, eseményt, programot mindenképpen támogatni szükséges, még ha először csak pályázat beadásáról beszélünk, de hát bízunk benne, hogy minden pályázatot azért adunk be, hogy utána sikeresen részt vegyünk ezen, és utána meg tudjuk valósítani.
tehát mindenképpen szükséges ezeknek a pályázatoknak a beadását támogatni, hiszen ebből tudunk majd tovább lépni és építkezni. És valóban, ahogy képviselőasszony is mondta, és örülök neki, hogy említette, hiszen ugye folyamatban vannak a bölcsőde felújítások, ugye most mondtam, hogy egy óvoda felújításra is lehetőséget kaptunk, és ugye abban gondolkoztunk, hogy a bölcsödések vissza tudnak majd költözni valamikor augusztusban. Valóban az egyik bölcsődei csoport vissza tud költözni augusztusban, de szükséges, hogy a másik bölcsődei csoport meg beköltözzön a helyükre, hiszen azt is tudjuk, hiszen megjelent már különböző médiákban, hogy helyi sajtó médiákban, hogy a vasútúti bölcsödének a felújítására is megkaptuk azt a kormányzati támogatást, amely azt teszi lehetővé, hogy a vasútúti bölcsödét elbontjuk, ugye ezt a régi megkopott épületet gyakorlatilag teljes egészében elbontjuk, és helyére egy modern és korszerű, és nem három, hanem négy csoportos bölcsöde kerüljön felújításra. Úgyhogy addig még egy picit igénybe kell venni az óvodai férőhelyeket, lehetőségeket, de valóban, ahogy képviselő asszony is mondta, nagyon szépen és nagyon jól, nagyon együttműködve tudta megoldani az óvoda és a bölcsöde közössége azt, hogy ezt az átmeneti időszakot a város érdekében meg tudják valósítani, és hát nyilván ez a további fejlődési lehetőségeinket is biztosítja, úgyhogy köszönöm szépen ezt is, és hát nyilván azt is, hogy ezt ezen a sok pályázaton, hiszen majd még lesz, ha jól emlékszem, még 7 határozat ezen kívül foglalkoznak a pályázatokkal az óvoda közössége, és mind-mind azért, hogy mind a közösség, mind a gyerekek, mind pedig a szülők egyre jobban érezzék magukat az óvodai közösségekben. Térjünk vissza erre a határozatra. Én elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 6. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda a speciális fejlesztés szolgáló programok támogatására című pályázaton való részvételre. A miniszterelnökség az emberi erőforrás támogatás kezelőn keresztül a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 21-22-es tanévi cselekvési programa alapján nyílt pályázatokat hirdet a speciális fejlesztést célzó támogatásokra, amelyek lehetnek tehetséggondozó programok szervezése, lebonyolítása, a magyar anyanyelvi identitást megőrző és azt célzó hagyományok, szellemi tárgyi emlékek ápolását szolgáló tehetségprogramok szervezése, tehetséggondozó, sporttehetségfejlesztő, speciális tehetséggondozó és még ki tudja hány alpontban felsorolt programok szervezésére és lebonyolítására. A pályázat itt is 100%-os támogatottságú és saját forrás biztosítása nem szükséges, és ezen a pályázaton nem csak maga az egyesített óvoda, hanem az óvoda egységek tudnak részt venni, tehát itt mindenképpen szükséges, hogy több határozat szülessen. Külön-külön kell meghoznunk, ugye? Igen. Vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Bizottság támogatta. Akkor menjünk sorba a határozaton. Én is támogatásra javaslom valamennyi óvodaegység pályázatát. Tehát először a Madarász Imre Egyesített Óvoda Székhely óvodájának a pályázatát javaslom támogatásra. Aki ezzel egyetért, jelezze igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi utcai óvodáját javaslom pályázat benyújtására. Aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuten utcai óvodája, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Aki a Madarász Imre Egyesített Óvoda Szim gépgyárúti óvodáját javasolja pályázat benyújtására, jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Aki a Takács Péter utcai óvodát javasolja, jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Aki a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körúti óvodáját javasolja, kérem, jelezze igen, nem,
tartózkodás, és végezetül a Zöldfa utcai óvodának a pályázatát, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást a pályázat benyújtásához, remélem, hogy a pályázati összeg elnyeréséhez és a megvalósításhoz pedig sok sikert kívánok igazgatóasszonynak. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiért vidékfejlesztési pályázat támogatásához biztosítandó önerő mértékére. Tisztelt képviselőtestület, a 170/2021-es számú határozatunkkal döntöttünk arról, hogy a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiért vidékfejlesztési program pályázati felhívása alapján a kizárólagos tulajdonunkban lévő Karcag külterület 02317 és a 08 helyrajzi számú külterületi utak fejlesztésére, ez természetben a Zádorhídi úthoz vezető út fejlesztésére pályázatot nyújtunk be, maximum 300 millió forint visszanemtérítendő 95%-os támogatási intenzitású pályázat elnyerése érdekében. Akkor az önkormányzat kinyilatkozta, hogy nyertes pályázat esetén a maximális támogatás figyelembevételével a megvalósításhoz szükséges 15.789.474 forint önerőt biztosítja. Megkaptuk a támogató okiratot, amely alapján 298.616.134 forint összegű visszanemtérítendő támogatásra vagyunk jogosultak, így a projekt le nem vonható áfával számított elszámolható költsége 314.332.775 forint. Mivel a támogatási összeg eltér a támogatókiratban jelzettől, így szükséges dönteni az önerő különbözetről. Az önerő pedig a 15.789.000 forintról 16.627.000 forintra növekszik. Erről szükséges döntenünk ahhoz, hogy a pályázatot, így a kivitelezést is meg tudjuk kezdeni és meg tudjuk valósítani. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Nyolcadik napirendi pontunk, javaslat a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződésről szóló 175/2012-es képviselőtestületi határozat módosítására. Karcagváros önkormányzata, mint az ellátásért felelős, a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződésről szóló 175/2012-es határozata alapján 2012. július 13-tól 2027. december 31-ig terjedő időtartamra bérleti üzemeltetési szerződést kötött a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-vel. Ez év január 1-i hatállyal felülvizsgáltuk, így szükségessé vált a TRV-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítására, további ezen szerződés felülvizsgálatának eredményeként egyes vagyonelemek kikerültek a bérleti üzemeltetési szerződés hatálya alól, amelyekre külön úgynevezett működtetői vagyonra szóló bérleti szerződést kívánunk kötni a TRV ZRT-vel, amelyből önkormányzatunknak évi nettó közel 36 millió forint többletbevétele fog származni. Az anyag tartalmazza természetesen a részletes leírásokat is, úgyhogy én vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Bocsánat, minősített név szerinti szavazást kell az értékhatár miatt elrendelni, úgyhogy nem elég a kézfelemelés, mindenkinek szóban kell kinyilatkoztatni.
És akkor, ha jól láttam, akkor Lengyel János képviselő úr elhagyta a termet, úgyhogy akkor név szerinti szavazás. Molnár Pál. Igen. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagyné László Erzsébet. Igen. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Szepesi Tibor. Igen. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Igen. Kozma Dániel. Igen. Köszönöm szépen. Így teljes a szavazás a 8-as napirendi pontról. Köszönöm. 9-es napirendi pontunk javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016-os önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselő testület, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény vezetője jelezte az önkormányzatnak, hogy az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló címbeli határozat módosítása szükségessé válik két ok miatt. Az egyik a Karcagváros közigazgatási területén létesített új óvoda működésének megkezdése miatt, amely ugye az iskola egészségügyi és fogorvosi ellátás körzetbe sorolását kell, hogy tartalmazza, a másik ok pedig az, hogy az iskola egészségügyi ellátás egy körzetmódosítást igényel, mert orvos változás történt ebben a körzetben. Természetesen a rendelet módosításához az önkormányzat megkereste a járási hivatal népegészségügyi osztályát, az országos kórházi főigazgatóságot, illetve a Magyar Orvos Kamara Jászlóskun-Szolnok megyei szervezetét, akik kinyilvánították, hogy az alapellátási körzetek megállapító önkormányzati rendelet tervezett módosításokat megfelelőnek tartják, így semmi akadálya a anyagban leírt határozat meghozatalának. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ügyrendi elfogadta, köszönöm szépen. Én is támogatásra javaslom, aki elfogadja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Egyébként a rendelet melléklete tartalmazza a körzet beosztásokat, az új körzet beosztásokat. Tisztelt képviselőtestület, a napi rendek megtárgyalásának a végére értünk. Kérdezem, hogy következő testületi ülésre van-e valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. április 28-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik képviselőtestületünk. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek, tisztelt hölgyek, urak, tisztelt televíziónézők, megköszönöm mindenkinek a részvételt, az aktív közreműködést, a mai testületi ülést bezárom.